Az új amerikai légióssal érkező fővárosiak ellen a kékcápák kezdték jobban a mérkőzést, az első negyedet 12 ponttal nyerte a házigazda. A második 10 perc a Mavsnak sikerült jobban, de a nagyszünetre 44-38-as nyíregyházi vezetésnél vonultak le a játékosok. Fordulás után utolérte ellenfelét az Újbuda, sőt a harmadik negyed végén már 10 pont volt a vendégek előnye. A Nyíregyháza azonban visszakapaszkodott, az utolsó előtti percben döntetlen volt az állás, de az utolsó három kosarat a MAFC szerezte, így 6 pontos vereséget szenvedett Merin Mehmedovics együttese. A új igazolás, amit hozták MAFC most az amerikai Archibaldot, kicsit olyan, mi terveink, ahogy akartunk játszani, mi nem készülünk MAFC ellen, csak utolsó hét. Mi tudunk, hogy MAFC jön, és ez nagyon, nagyon fontos meccs, ugyan, mint Újpest, ugyan, mint Pécs. De tudtunk nagyon jó Archibald nélkül mit fogunk csinálni, és Archibald nem volt, szerintem jöttünk volna. De jött ez olyan halál profi, áliga való játékos, és egy kicsikét bontja szét ezt a mi terveink. Mert ő, tök mindegy, ki ellen játszik, ő játszik saját, és nagyon-nagyon szépen kiszolgált a centereket, amit mi lezártunk. És valahogy nem tudunk vele mit csinálni. Eredményez, amilyen első felidő vezettünk, egész első felidő mi vezettünk, mi diktáljunk a tempó is csináltunk, és egy kicsikét egy ilyen legmagasabb csapat ligából ellen, kevés volt a Marci és az Izsi. Izsi volt a sérült, saját magától azt mondja, a felelőssége akar játszani, és itt egy kicsikét szezon elején óta itt kicsit szenvedünk. De másfajta videkézzel és a taktikai variációval próbáljunk pótolni ezt a dolog. Sajnos nem mindenki ellen lehet. Mauce ez kimagasztó a legjobb csapat láthatóan, Archibaldot még jobb. És játszottunk egy egál meccs, én mindig akarok nyerni, nekem győzelem ez a legjobb gyógyszer mindenre. De sajnos ennyi volt, akartunk, csináltunk. De ez, amit most játszottunk Mauc ellen, szerintem Vasas ellen nagyon-nagyon-nagyon fontos lesz, hogy így játszunk, és akkor lehet, hogy ott is fogunk nyerni. Lakics Andrásnak, a Mauc vezetőedzőjének gratulálunk a győzelemhez. Ugye jobban kezdett a Nyíregyháza, aztán fokozatosan előbb visszajöttetek a meccsbe, aztán fordítottatok is, majd a végén megint meg kellett nyerni a mérkőzést. Mi volt az, ami az elején nem működött, és mi az, amiben utána sikerült felülrölni az ellenfelet? Igen, köszönjük szépen, és gratulálok a csapatnak a győzelemhez. Borzasztóan kezdtük el a meccset, talán mínusz 17 pont is volt a különbség, és onnan kellett visszajönnünk. Fokozatosan jöttünk vissza egyre jobban a meccsbe, azt egy védekezés váltás hozta meg talán nekünk. Nagyon-nagyon meg kellett küzdenünk minden egyes pontokért, mert szerintem idén még ilyen rossz százalékkal nem dobtuk a kinti dobásokat. Ez a 19-ből 2, ez tőlünk igen szokatlan, tehát ennél mi sokkal jobban dobunk. Ezért bent kellett mindenért megküzdenünk. De a csapat nagyon keményen megküzdött minden egyes labdáért, és védekezésben is sokkal-sokkal keményebbek voltunk, és itt tudtuk a saját ritmusunkat játszani. Nagyon örülök a győzelemnek, mert nagyon-nagyon mélyről jött a csapat vissza, és ez az igazi erejét meg azt mutatja, hogy mekkora potenciál van bennük. Busivel a Nyíregyháza csapatkapitányát közhelynek tűnik, de ez tényleg olyan mérkőzés volt, ahol már tényleg megmutatta a csapat, hogy számolni kell vele a bajnokságban, bár ez nyilván nem vigasztal most ebben a pillanatban. Hogy látod, mind múlott ez a mai mérkőzés? Talán az eddig nem várt extra a légió személyében igazoltak, ugye ez a csapat idegen légiós nélkül vezette a bajnokságot, és ide hoztak még egy olyan játékost, aki átcsoportban is komoly erősítésnek számított. Vele sajnos nem tudtuk a végén már tartani a lépést lábon, eldöntötte a meccset, de valóban fájó, és alakulhatott volna szerencsésebben is a végjáték, de az biztos, hogy nagyon jó visszajelzés az elmúlt 2-3 hónapunknak, hogy egy ilyen csapattal így tudtuk tartani a lépést. És most még olyan mérkőzések jönnek, amikkel abszolút lehet győzelmeket szerezni. Mit vársz most a csapattól a folytatásban? Igen, 4 mérkőzésünk jön. Mind a 4 nehéz. 2 nehéz idegenbeli, és 2 olyan hazai, ahol talán mi vagyunk az esélyesebbek, de nem mindenki közvetlen rivális, tehát nem a tabella alján lévő csapatok ellen játszunk. Mindenképpen nyerni szeretnénk még 2-3 meccset. A 6. helyet céloztuk meg, természetesen, mert az a legjobb már, amit elérhetünk, és akkor a rájátszásban is a 3. helyezett csapatot kaphatnánk. Megpróbáljuk minden 4-et megnyerni természetesen, és reméljük a 6. helyen végzünk.
A forduló további eredményei a következők: Fót Jászberény 89-82, BKG Prima Akadémia Salgótarján 79-68, Deac Úszon 3 Cegléd 60-79, Óbudai Kaszások Budafok 103-73, MEAFC Pécsi VSK 78-128 és TF Budapest Vasas Akadémia 62-79. A tabella élén a Pécsál 20 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve a 18-3-as mérlegű Újbuda MAFC-ot. A Nyíregyháza 9 győzelemmel és 13 vereséggel a 7. helyen várja a szombati Vasas elleni vendégjátékát.